Számos országba látogathattak már el az év folyamán azok, akik részt vettek a meseföldrajz elnevezésű foglalkozásokon. Az utolsó alkalom is jó hangulatban telt, meséket és énekeket tanulhattak az érdeklődők. Színesek az előadások. Az országhoz, amit éppen bemutatnak, ahhoz kapcsolódó dalokat énekelünk, megtanuljuk azokat, mesét hallgatunk, az ország jellegzetességeiről tájékozódunk, és mi, akik vendégek vagyunk, tulajdonképpen az előadáson hozunk az ország jellegzetes ételeiből is, amit otthon készítünk, és itt közösen megkóstoljuk. Csóka Judit meseterapeuta ezúttal Magyarországra kalauzolta el közönségét. A foglalkozás vezető elárulta, a felnőttek is sokat tanulhattak egy-egy történetből, hiszen, mint mondja, a mese nem csak a gyerekeknek szól. A mese az egyre népszerűbb a felnőttek világában is, mert egyre inkább rátalálnak a felnőttek is a mesékre, hiszen ez nem egy gyerekműfaj volt, hanem csak a 19. század második felében kerültek be a mesék a gyerekszobákba. Különben régebben a meséket a felnőttek egymásnak mondták. És ezek a régi eredeti mesék, azok nagyon-nagyon sokat adnak a felnőtteknek, és sok minden olyan dolog van benne, ami vigasztal, tanít, netán gyógyít. A foglalkozások januárban is folytatódnak majd, akkor az indonéz világot ismerhetik meg a résztvevők.